Szeretettel köszöntöm Önöket, Önök a Fehérvári Beszélgetések című műsorunkat látják. A mai műsorban szeretnék Önöknek egy fiatal hölgyet bemutatni, egy fehérvári hölgyet természetesen, akiről talán elmondhatjuk, hogy városunk egyetlen vegán séfje. A stúdióban köszöntöm Pozsonyi Zsuzsit, szia! Szeretettel köszöntelek a műsorban. Szia! Itt most a vegán és a vega fogalmakkal szerintem nagyon sokan nincsenek tisztában. Azt is meséljük majd el, hogy hogyan lettél te vegetáriánus, hogyan lettél vegán, de először is, hogy mi a kettő között a különbség? Hát az alapvető különbség az az, hogy ugye a vegetáriánusok azok fogyasztanak állati eredetű termékeket a hús kivételével. Tehát tojást, tejet, sajtot ugye fogyasztanak a vegetáriánusok. Ugye itt is különböző szintek vannak, mert van, aki mondjuk fogyaszt mondjuk sajtot, meg tejet, de mondjuk nem eszik tojást. De valaki mondjuk eszik tojást, de mondjuk kerüli a tejtermékeket. A vegán diétát követő ember pedig nem eszik semmilyen állati eredetű terméket. Semmiért, csak növényeket. Erről a vegán dologról én őszintén bevallom, hogy nem olyan régóta hallok. Uh-huh. Jó pár éve, az biztos, de hogy mondjuk így gyerekkoromból nem emlékszem ilyenre. Létezett ez akkor is? Vagy csak nem tudtunk róla? Valószínűleg létezett. Igen, igen, ez valóban most egyre divatosabb ez a vegán. Igazából nem is maga a konyha, vagy ez a konyha művészet, hanem inkább mint életmód, ugye egyre divatosabb, és hát én legalábbis úgy látom, főleg ugye Budapesten, itt vidéken azért még megakadnak a szemek, meg a fülek, amikor így a vegán konyháról hallnak, hogy úristen, mit eszel, csak növényeket, meg mit ráksz füvet, meg szóval ilyesmi megjegyzésekkel találkozom én is a vegánság kapcsán, de valóban egyre többen fordulnak e felé, az életforma felé. Egyébként így most, hogy mondtad, hogy kisvárosban mondjuk annyira nem sok ember foglalkozik, hát nem is foglalkozik, de él ilyen életmódot. Sokakkal találkozol azért itt Fehérváron, vagy nem annyira jellemző ez a vega-vegánság? Szerintem abszolút nem jellemző. Nagyon-nagyon kevés vegánt ismerek itt Székesfehérváron. Vegetáriánust azt talán így hallomásból egy kicsit többet, de a fő vendégkörünk az ugye aznak a 80-90%-a az húsevő. Igen, ugye említetted, hogy vendégkör, hiszen azt még nézőink nem tudják, hogy Zsuzsinak van egy kifőzdéje, ahol ilyen mindenféle mentes dolgokat főznek ki, ugye erről is majd fogunk néhány szót ejteni, de kezdjük egy kicsit az elején, ugye most már egészen odáig eljutottunk, hogy te séf vagy, és vállalkozóként is élsz, ugye, de hogy kezdődött nálad ez az egész dolog? Egy gyerekkori betegség is azért valamennyire közre játszik, ha jól tudom. Igen, igen, a vegetáriánus életmód az úgy kezdődött számomra, hogy alapból nem voltam egy nagy húsevő soha életemben. Szóval nem esett nehezemre elhagyni a húst, de igen, ez a gyerekkori betegség, amit említettél, az ekcéma volt. Ugye kiskoromtól kezdve asztmás, allergiás és ekcémás is voltam, és hát reménytelenül jártuk az orvosokat, hogy találjunk együtt egy gyógymódot erre, de ilyen szteroidos krémekkel ideig, óráig el tudták mulasztani az ekcémámat, meg ilyen sprékkel az asztmámat, de igazából mindig visszatért. És egyszer csak megismerkedtünk egy természetgyógyásszal, akihez masszást jártunk tanulni akkor. Én akkor, hát ez 2005-ben lehetett, szóval több mint 10 éve, és akkor ez a hölgy javasolta, hogy mi lenne, hogyha elhagynám a húst, mert ő is vegetáriánus volt. És elhagytam a húst és a tejet, és csodájára elkezdett javulni az állapotom. Úgyhogy igazából nekem az első ilyen nagy meglepetés az akkor jött, hogy fú, nem is lehet, hogy nem is hülyeség, amikor azt mondják, hogy az étel, az gyógyít, és ugye az vagy, amit megeszel. Jó, hát nem... Az ének címem is olyan, hogy ugye ez genetikus, szóval nem 100%-ban gyógyítható az étele, de nagyban az étkezés nagyban hozzájárul ahhoz, hogy tünetmentes maradjak. És egyébként más dolgokat is észleltél magadon? Hiszen azért, hogyha az ember elhagy egy-két dolgot ugye az étrendjéből, akkor nem csak, hogy gondolom a jótékony hatása az ez lett, hogy esetleg az ekcémád javult, de más dolgokat is észrevettél, hogy fittebb lettél esetleg, vagy hát, bármi egyéb? Őszintén megmondom, hogy mindig is ilyen hiperaktív és örökmozgó voltam, úgyhogy igazából az, hogy energikusabb vagyok, azt annyira nem vettem észre, de nekem a fő észrevétel az ez volt, hogy tényleg ez így működött, és tényleg elmúlt. Mondjuk az
nálunk is, mondjuk az én családomban is van ilyen ételallergia, és ugye emiatt egy-két dolgot így elhagyunk a gyermeknél az étrendből, és ugye ez egy elég vitatott dolog, tehát azért ott fennáll a veszély, mondjuk egy fejlődő szervezetnél, legalábbis mi elég sokszor ezt halljuk, hogy húha, mi van akkor, hogyha bármi kárt okozunk a gyermekben. Ezeket ma Magyarországon mennyire fogadják el, hogy igen, a vegán étrendből mondjuk hiányzik a tejtojás, ez meg az, a vegából csak mondjuk a hús, tehát hogy mennyire fogadják el ezt a dolgot, és mennyire tartják veszélyesnek? Hát én őszintén megmondom, hogy ez szerintem mindenkinek a saját magán, ugye? Mármint, hogy így nyilván, ami a köztudatban van, az, hogy azzal tömik az emberek fejét, hogy igenis szüksége van a gyereknek húsra gyerekkorban, ugye nem kerül be a fehérje, meg a vas, meg a stb. De növényekkel is ugyanúgy lehet, és amúgy szerintem mindenki, és főleg a gyerekek, nagyon is érzik, hogy éppen mire van szüksége a szervezetüknek. És mi pedig, vagyis hát nagyon sok helyen látom azt, hogy de erőltetjük, hogy de egyél, és lehet, hogy a gyerek nem akar, és a gyerekek jobban tudják, mint mire van szükség. Legalábbis én azt látom, nincsen gyerekem, nem tudom. Én nem fogom a gyerekemet semmire se buzdítani, hogy legyen vegán, vagy nem vegán, vagy húsevő, majd ő eldönti magának. Ott lesz majd a hús, mivel a párjaim eddig, még akik eddig voltak, ők mind húsevők voltak. Úgyhogy nem tudom, hogy én amúgy vegán szellemben nevelném a gyerekemet, de hogyha ő szeretne mondjuk húst választani, vagy tejet, vagy tojást, akkor... Tehát akkor a szabadság megvan a döntésben. Persze, abszolút. Egyébként a párod, ő húsevő? Igen, ő húsevő, ő megeszi mindent megeszik, minden ízlik neki, de csak köretként. De mindig ott neki, mindig kell egy kis húst is készíteni. Igen, de nem én készítem, hanem ő. Ő abszolút magára. Szeret főzni, és ő gondoskodik magáról ilyen szinten, úgyhogy szerencsém van. Jött akkor ez az életmódváltás, és később valahol találkoztál ezzel a fajta irányvonallal, hogy mondjuk megtanultál ezzel kapcsolatosan séfkedni, szakácskodni. Uh-huh. Ez hogy jött? Hát igen, ez egy teljesen másik történet, ugye már mint említettem, hogy hát 2012-ben jött egy ilyen nagyon nagy mélypont az életembe, amikor itt voltam Fehérváron, nagy multinál dolgoztam, nagyon jó állásom volt, nagyon jól kerestem, párkapcsolatom volt, nagyon jó helyen laktam, így látszólag így mindenem megvolt, mármint amit így a társadalom elvár, azt megteremtettem, de nem voltam boldog. Szóval iszonyatosan szenvedtem attól, hogy nem azt csinálom, amit szeretnék, nem tudom, hogy mit szeretnék, igazából azért is álltam be egy multihoz dolgozni, mert ezt mondják, hogy ez a helyes, hogy reggel 8-tól délután 4-ig dolgozol, és akkor azután hazamész, és akkor van a hétvége, amikor ki kéne pihenni magad, de igazából annyira nem tudod, vagy én legalábbis nem. Szóval engem ez, szóval nagyon nyomasztott már egy idő után ez az egész, és elkezdtem keresni a kiutat, és hát én folyamatosan foglalkoztam személyiségfejlesztéssel, meg ugye a családban is foglalkozom, hát anyukám is foglalkozik ilyenekkel, és Hollandiában befizettem magam egy személyiségfejlesztő tréningre, de ezek olyan tréningek, amik nincsenek itthon Magyarországon, vagy hát akkor abban az időben még ez nem volt annyira, szóval ki kellett menni, hogy olyat kapjak, ami tényleg megváltoztatja az életemet. És kimentem az első tréningre, az 2 hét volt, és hát nem volt elég, úgy éreztem, hogy nem kaptam annyit, hogy elinduljon egy másik fajta változás, és hazajöttem, és 1 hétre rá voltam a következő tréning, ami ennek a tréningnek a folytatása. És én a multis nagyfőnökömnek mondtam, hogy el kell engedned, el kell mennem arra a tréningre, mondom, szeretnék fizetés nélküli szabadságot kivenni. És nem engedette, és mondom, jó, akkor is szeretnék felmondani. És akkor fölmondtam, és kimentem a tréningre, de úgyhogy egy forintom nem volt, ezek amúgy nagyon-nagyon drága tréningek, és nem volt pénzem, hogy kifizessem a tréninget, és megbeszéltem a tréningközpont vezetőjével, hogy nem tudnánk-e valahogy máshogy ezt így elbizniszelni. És kérdezte, tudok-e főzni? És mondtam, hogy persze, hát bármit megér nekem az a tréning, mindig is szerettem amúgy főzni. És megengedte, hogy megbeszéltük, hogy a tréning előtt 1 hétig főzök egy másik csoportnak, meg utána 2 hétig főzök egy harmadik csoportnak,
És aztán úgy beszéltük meg, hogy 3 hétig maradok, és ebből lett 3 év. És igen, akkor úgy, valami, valami igen, elkezdődött így, egy igen, szerelem. Valami elindult, igen, így kezdődött az egész, igen. És ott már rögtön ez a vegán vonal volt, vagy mindenfélét főztél? Hát mivel ugye előtte is vegetáriánus konyha, mert én mindig is főztem, mindig is ilyen főzős voltam, szóval ez nekem az életem része volt mindig is. Nagyon szerettem ilyen vegetáriánus recepteket kitalálni, meg ételeket készíteni, de ugye mindig csináltam mellé húst. És akkor úgy csináltam a menüket ott az emberkéknek is. És akkor először kezdtük ilyen kis csoportokkal, hogy ilyen az első csoportom aztán 15 fő volt, de hát az is már egy nagyon nagy létszám, hogyha azt veszük, hogy magamnak főztem, vagy hogyha párosan voltam, akkor kettőnkre főztem, és nagyon ritkán főztem így mondjuk a családnak. Szóval egy évben egyszer-kétszer talán. Úgyhogy az a 15 főre főzni, az azért kihívás volt így elsőre. És mi történt, miután hazajöttél? Hát ez egy... Mármint... Hollandiából. Hát ez egy olyan időszak volt, hogy ott úgy dolgoztunk, két olyan tréning időszakok voltak, és akkor két vagy három hónapig kim voltam, utána meg 2 vagy 3 hónapig itthon. És akkor abban a szabadidőben, amikor itthon voltam, akkor az első ilyen 2 vagy 3 hónapos időszakban beiratkoztam indiai főzőtanfolyam volt, de nem tudtam, hogy vegán vagy nem, csak az volt, hogy indiai főzőtanfolyam. Nem, mondom, tök jó, van időm, és akkor elmegyek. És kiderült, hogy ez egy vegán tanfolyam, és hát ott is igazából csak az alapokat kaptuk, és annyira megtetszett, meg annyira szimpatikusak voltak a srácok, hogy megkérdeztem őket, hogy nem mehetnék-e hozzájuk önkéntesen tanulni, amikor itthon vagyok. És akkor végül is 3 évet tanultam náluk. Hogy kint voltam Hollandiában, és ott dolgoztam, és amikor itthon voltam, akkor meg itt náluk tanultam Pesten. Most önkéntesen. És most már mondhatjuk azt, hogy ebből lett egy olyan nagy szerelem, hogy igazából most már ez az, ami az életedet igen, jelenti. Igen, 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 igen. Én olvastam rólad, hogy vagy te árubeszerző, receptíró, konyhai előkészítő, szakács, blogszerző, oktató és cateringes is. Hát mindez hogy fér bele egy napba? Vagy akár egy hétbe, vagy akármennyi tevékenység? Hát ez most hogy, már hogy? Sehogy sajnos, ugye most már így le kellett adni a dolgokat, úgyhogy idén most megfogadtam, hogy nem rendezvényezek, hanem csak a mindennapi munkára koncentrálok, mert azért most már nagyon-nagyon sok megrendelésünk van, és hát hál' Istennek egyre populárisabbak vagyunk. Ugye igyekszem nem a hardcore vegán vonalat nyomni, hanem mármint, hogy az ételek összetevőit illetően... Ez mit jelent, hát az hardcore vegán? Hát az, hogy... Vagy nem is az, hogy hardcore vegán, hanem csak ugye ezt a mindenmentességet. Például a mi konyhánk az nem teljesen gluténmentes, nem szójamentes, nem cukormentes, de ugye mindenből olyat használok, ami egy fokkal egészségesebb. Szóval nem használok semmilyen fehér lisztet, fehér cukrot, nincs semmilyen fehér a konyhán. Ugye igazából cukorból is a barna nátszukrot használom, ami egy nyers nátszukor, szóval nem is barna cukor, hanem annak, szóval nem, na szóval egyel ez is egészségesebb, mint a fehér cukor, hogy, mert ugye ez is a cél nekem, ez fő cél, hogy mindenképpen egészségeset szeretnék adni az embereknek. Ha már így belementünk egy kicsit a helyettesítésekbe, akkor mi az, amit, mondjuk mit használsz mi helyett? Tehát mondjuk a hús mondjuk az egyik legfontosabb. Uh-huh. Hogy azért valaki, hogyha nem is vega vagy vegán, de azért mondjuk van sok olyan megrendelőt gondolom, aki azért szeretne csak úgy egészségesen enni, és mondjuk lehet, hogy a hús íze azért fontos a számára, hogy akkor mi az, amivel ő pótolni tudod? Hát igazából most, hogyha belegondolsz, akkor a húsnak nincs is íze. Mert ha megfűszerezzük, akkor van, igen. Szóval innentől kezdve igazából nem minden lehet hús, de igazából, hogyha mondjuk egy tofu jól be van fűszerezve, vagy a szeitán nevű... Az mi? Igen, a szeitán is egy ilyen húshelyettesítő. A szeitánt azt én házilag készítem, és búzasikérből van, és teljes kiölésű tönköllisztből, meg fűszerekből, ezeket vízzel össze kell gyúrni, és utána meg kell főzni. És ugye ez a búzasikér, ugye ez egy növényi fehérje, végül is ez adja a kenyérnek, ugye a kenyér annál értékesebb, minél magasabb a sikértartam, úgyhogy ez a végül is a kenyérnek a leggazdagabb része, és ez növényi fehérje igazából.
Úgyhogy elvileg egészséges. Tehát akkor a hús igen, csak ugye, nem gluténmentes. És akkor ugye ezt is kifőzöm egy ilyen fűszeres vízbe, és abszolút a textúrája is kicsit ilyen gumisabb, rágósabb, mint a hús, és hát ugyanúgy lehet fűszerezni, lehet a giroszt, azt abszolút az a vendégeink favoritja, a vega girosz. Úgyhogy azt nagyon szeretik, ugye azt is ugyanúgy befűszereztem, mint a giroszt, és ugye le van sütve serpenyőbe, lehet belőle, holnap ide lesz brassói belőle, úgyhogy nagyon sok, rántott húst, azt is nagyon szeretik, és tényleg olyan, azt és mondjuk a többi, olyan. Tehát oké, a hús az megvan oldva, a tojás például, meg a sajt, a tejtermékek. A tojást azt rengeteg féleképpen lehet helyettesíteni, például ugye darált lemmaggal, és darált lemmag és víz, ez a lemmag tojás, ugye azzal is lehet, mondjuk attól függ, hogy mibe szeretnénk, hogy mondjuk fasírtba, vagy süteményekbe, ugye teljesen más a süteményekbe, például banánnal, vagy olajjal, ugye ami, de én banánt szoktam használni leginkább. Na most ezeket te magad kísérletezted ki, vagy innen-onnan összeszedted, hogy áll össze ez a dolog? Tehát én nekem hát csak ugye, ez a magas, hát én ott nagyon, hogy hát ugye én 3 évig tanultam ezt a vegán, ugye ezt nem tanítják, szóval amúgy megvan a szakács végzettségem, annélkül nem is lehetnék szakács, most már, hát majdnem két éve van meg kivott először is a szakácsvizsgám, de hát nem ott tanultam meg főzni, mert ugye ezt a vegán szakácságot, erre nincsen iskola, ezt nem tanítják, külföldön tanítják, Amerikában meg Németországban vannak a leghíresebb iskolák, de itthon nem. Úgyhogy ez is majd egy titkon, egy kis álmom, igen, hogy én ezt nagyon-nagyon szeretném átadni, ezt a tudást, úgyhogy majd nyáron már lesznek saját tanfolyamjaim is, amik ilyen vegán alapozó tanfolyam, egy kicsit több időm lesz, és a nyár az általában itt ilyen ubiszezon, mert ugye elutaznak az emberek, és akkor több időm lesz ezekkel a saját kis tanfolyamjaimmal foglalkozni. Beszéljünk egy kicsit a kifőzdédről, ha már így belecsöppentünk ebbe a főzőcskézésbe. Ha jól tudom, akkor nagyon-nagyon korán kelsz, és igazából, ha jól vettem ki a szavaidból, egész napot egyedül nyomod végig, a párod pedig kiszállítja az ételeket, és van egy segéded, aki akár az aprításban ebben-abban segít, de hogy igazából mondjuk napi 100 megrendelésnél mindenkire te főzöl? Igen. Igen. Számomra egy kicsit olyan elképzelhetetlen, mondjuk nekem egy családra is elég főzni, nem hogy 100 emberre. Hát olyan, neked kell mellette más is csinálni, nekem ez a fő munkám, szóval meg hát minden nap ezt gyakorlom, jó, nagyon-nagyon kemény. Szóval a közeljövőben nem biztos, hogy ezzel szeretnék majd foglalkozni, mármint hogy... A fizikai részével. Igen, a fizikai részével. Igen, szóval azt már jó lenne megtalálni az utódomat, aki esetleg ugyanilyen lelkes, mint én, és szeretne, mert én tényleg most keresem az utódomat, hogy szeretnék betanítani valakit erre, mert már ez már nagyon sok. Igen. Mindemellett ugye nem csak ezzel foglalkozol, hanem én láttam, neked van egy weboldalad, és akkor például blogírással is foglalkozol, gondolom, az is időfüggvénye. Nem, azzal már nem tudok foglalkozni. Ritka, hát vannak ilyen fellángolások, amikor mondjuk általában úgy megyünk Szabira, hogy egyszer megyünk egy vagy másfél hétre karácsonykor, meg egyszer nyáron egy hét. És akkor abból a szabadságból feltöltődve, felbúzdulva mindig jön egy ilyen hullám, hogy fú, de jó lenne blogolni, de ezt nem lehet együtt csinálni a kettőt. Én nem tudom, meg nem tudok egyszerre rendezvényezni, és ez nagyon nagy szívfájdalom amúgy, hogy nem tudok osztódni, mert legszebben mindent csinálnék egyszerre, de most a kifőzői munka annyira elviszi a minden időmet, hogy nem, sajnos ezzel már nem tudok foglalkozni. De igyekszem azért... egy-két havonta kitolni valami flosztot a blogra. Viszont ezen az oldalon azért látni recepteket is. Mm-hmm, igen. Hogy töltesz fel recepteket, hogy találod ki a következő heti menüt, ezek csak jönnek, hogy kell ezt elképzelni? Hát mivel most már 4 éve főzök, és aktívan vegán ételeket, ezért azért már a fejemben van egy olyan tudás, amit igazából mindig elő tudok hívni. Meg igazából úgy érzem, hogy így, mint hogyha beraknának a fejembe egy csövet, és akkor azon így jön ez a tudás valahonnan. És
De persze nekem is vannak olyan időszakaim, amikor nem vagyok annyira termékeny, nem vagyok annyira kreatív, vagy fáradt vagyok, akkor viszont ott van a, ugye minden heti menü el van mentve a gépemen, és akkor puskázok, hogy mondjuk tavaly ilyenkor mit főztem, és akkor abból szoktam átollózni. Egy-két dolgot én így felírtam magamnak, csak úgy belelesve a te heti menüdbe, és hát ugye azért egy kicsit az elkészítésébe avas már be minket. Van például epres túrótorta. Na ezt hogy képzeljük el, a túrótortát? Igen, azt pont most csináltam, igen. Hát a túrót azt le lehet modellezni kölesből, én ugye a túrógombócot is abból készítjük. Igen, és hogyha már egy a tojás, meg a ragasztásról beszélünk, akkor például a köles, meg ugye kölesből, hogyha keményítő kijön, ugye például a túrógombócot is úgy lehetett kölesből csinálni, hogy valamilyen növényi tejben, mondjuk kókusztejben a legfinomabb, azzal megfőzzük, és akkor kiterítjük egy tepsibe, hogy minél vékonyabb legyen, hogy minél hamarabb meghűljön, és ez úgy megszilárdul, és simán ugyanúgy gombócokat lehet belőle gyúrni, mint mondjuk egy túrógombóc. És a túratorta is ugyanígy készül amúgy, csak annyi, hogy ahhoz raktam hajdinalisztet. Megfőztem a kölest, mondjuk azt vízbe, és kevertem hozzá hajdinalisztet, meg hát ugyanúgy, mint egy ilyen túrót, citrommal, meg cukorra, meg citromhéjjal, meg vaníliával beízesítettem, és tortaformában megsütöttem. És akkor az ízre teljesen olyan, mint hogyha egy igazi epres túrótort tettem az ember? Igen, hasonló, és az állaga is hasonló, mert ugye a köles sose fő szét, szóval ha szétfő, úgy néz ki, mint hogy a szétfőn, akkor is ilyen darabos marad. Aha. Igen. Olvastam ilyet, hogy gyömbéres, narancsos répakrémleves spiritott magvakkal. Mm-hmm. Mondjuk azért az is fontos, hogy jól hangozzon, persze, amit persze mondasz. Aha. Répakrémleves, hát mondjuk azt így el tudom képzelni, répa le van turmixolva, és hogyha mondjuk nem akarok tejszínt rakni hozzá, akkor kókusztejet, ilyesmit, tehát az mondjuk nem egy olyan nagy dolog, pirított magvakkal, hát az teljesen... Én a krémlevesekben általában nem rakok semmit. Mármint, hogy sem, tehát nem, csak maga, igen. A fűszerezés meg általában az összes, ezt amúgy javaslom minden háziasszonynak, hogy sokkal finomabbak a krémlevesek, hogyha póréhagymával vannak készítve, például. Megjegyezik. Meg amivel sűríteni szoktam, az burgonyapehely. És akkor nem kell belerakni semmi, se lisztet, hát végülis az is egy keményítő, csak nem, végülis egy burgonya keményítő, de burgonya pehely, bioboltba lehet kapni, én azt mostában nekem az a favoritom, és ebben az esetben nem kell hozzá semmilyen se tejszín, se tej, se semmi. Jó, menjünk egy picit tovább. Vöröslencsés egy tál földi mogyoró szószban, fekete szezámos jázmin rizssel. A jázmin rizs az rendben van. Vöröslencsés egy tál az mit akar? Hát, hogy ez egy ilyen egy tál étel, amiben van vöröslencse. Vagyis hát vöröslencséből készül, ugye hát általában, ez most ugye szerdán lesz. Igen. Ezt a heti menüből néztem. Igen, mert úgy szokott lenni általában, hogy csütörtökön van mindig egy ilyen indiai nap, és akkor, mert ugye úgy áll össze a menünk, hogy van egy, szóval általában minden nap más van, szóval magyaros, meg indiai, szóval próbálok így variálni az ízekkel, mert ugye a napi menü az úgy áll össze, hogy egy leves, egy főétel, egy főzelék feltétel, meg egy desszert, meg egy valamilyen ital, ez a smoothie, ugye ez a gyümölcs, meg zöldség túlmix. Ugye, mert hát ennyi a kapacitásom, amit bírok főzni, és ezért is most szerda lesz az indiai nap, de általában csütörtök szokott lenni. Na, és ez egy indiai étel, és ugye minden indiai ételnek az alapja a jó fűszerezés, és ennek az alapja, ez nem lesz annyira indiai fűszeres, hanem ennek ez a földi magyaróból készítek egy szószt, ami végülis egy földi magyaró paszta, a sós magyarókra itt Magyarországon annyira nem elterjedt, most már talán lehet kapni, de sós magyaró paszta, és akkor az van összekeverve föld, vagy lájmal, meg szójaszószal, meg ilyesmikkel. Kezdtek is éhes lenni, hogy ennyi mindenre beszélgettünk. Meg gyömbér, ugye, sőt, ez nem is india, ez inkább ilyen táj, mert ez a tájkonyhára haj, ez egy kicsit, ez a gyömbér, lájm, földi magyaró, szójaszósz, barna cukor, meg kókusztejszínnel lesz természetesen. Ja, és van benne még hát hagyma, gyömbér, cukkini, vitamin paprika, igen, és vöröslencse, meg a
meg a földi magyarok. És ez nagyon, ez már egy abszolút slágerkaja, már mondhatom azt is. Egy picit térjünk még ki gyorsan a beszerzésre itt a műsorunk végén, hogy ugye azért neked a beszerzéssel is van dolgod, és hát ezek az alapanyagok, amiket most itt elsoroltál, azért nem 2 forint egyik se. Tehát azért most én azt gondolom, hogy azért a te konyhád azért nyilván megfizethető kell, hogy legyen. Hogy persze tudod ezt úgy kihozni, hogy neked is megérje? Hát nem egyszerű, nem egyszerű, de hát sok utána járást igényel. Sok helyről szerzed be egyébként az alapanyagokat? Hát igazából van egy saját zöldségesünk, aki a zöldséget hozza, ez ugye nem biominősítésű zöldség, de jó minőségű zöldség, szóval nem, mert ugye a biót nem tudnak megfizetni az emberek, persze lehetne bió is, ahhoz is van forrásom. Hát meg ugye az itteni nagykertből szoktam a tartósabb dolgokat, meg a mirelit dolgokat általában, meg hát pesti bio nagykerekből szoktam a bio árut, meg van saját gabonásunk is, és akkor ő hozza a gabonát, de ugye nem például a gabonát is tudnék sokkal olcsóbban szerezni, jó minőségűt, olcsóbban, ugye nagy tételben, de azt meg az nagyon rizikós, mert belemegy a moly. És ugye, hogyha egyszer megjelenik az üzletbe a moly, akkor az, úgyhogy inkább zacskókba veszem, és előre csomagolva. Műsorunk közepe fele említettük, hogy oktató is vagy, és hogy rendezvényeken is szoktál előfordulni, és hogy tanácsokat is tudsz adni. Így a műsorunk zárásaként most, hogy jön a tavasz, mit tudsz tanácsolni, hogyan, hogyha még nem is húsmentesen eszik az ember, mit fogyasszon ilyenkor, milyen idén gyümölcsöket, zöldségeket érdemes ilyenkor, hogy egészségesek, fittek legyünk? Hát én reggelire mindenképpen ajánlom a zöld teát. Én is azt hiszem, az egy nagyon-nagyon jó kis, azért hát ilyen fél egy liter zöld a reggelire, az nagyon-nagyon szépen átmossa a beleinket, és azt a mindenféle lerakodott salakot, ami, hogyha egészségesen étkezünk, akkor is ugye a téli időszakban azért többet elraktál ez a szervezet, és lerakódnak dolgok. Úgyhogy én abszolút ezt szerelem. Ugye most jön a spárga és az eper szezonja, úgyhogy azoknak a fogyasztását mindenképpen. Meg hát ugye reggelire, ha tehetjük, akkor együnk valamilyen kását, például zabkását, vagy hajdinakását, vagy köleskását, vagy valami ilyesmit, ami szintén nagyon-nagyon jó kis béltisztító hatása bír, és nagyon sok energiánk lesz tőle a nap végéig. Meg hát ugye a gyümölcs és zöldség turmixok is segíthetnek ebben, mármint ugye a méregtelenítésbe. Én abszolút reggeli párti vagyok, úgyhogy én mindenkinek ajánlom, hogy reggelire egy a legtöbbet, és reggelire is kell lenni a legtöbbet, meg mindent rágjunk meg alaposan, és nagyon sok vizet igyunk. Mármint, hogy annyi vizet, nagyon sokat se lehet, mert az meg túlterheli a szívünket, de azért a vízfogyasztásra is oda kell figyelnünk, és mozogjunk is sokat. Én azt tanácsolnám, én nagyon sokat mozgok, úgyhogy meg én nagyon szeretek is, úgyhogy szerintem így meg lehet kezdeni ezt a tavaszi időszakot. Hát Zsuzsi, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Én még órákig tudnál hallgatni. Hát én köszönöm a lehetőséget. Gyere, én is tudnék még mesélni. Igen, igen, igen. És én azt kívánom, hogy még jó sokáig egyék a te főztudat, akármilyen is vega vagy vegán, csak legyen finom, és még sok-sok ilyen hasonló évet kívánok neked, amiben most benne vagy. Hát köszönöm szépen, és remélem még találkozunk. Köszönjük szépen. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!